A városnapi programsorozat berkeiben folytatódtak az izgalmas programok a művelődési ház udvarán. A június 22-i programok Derecske város fiatalságát célozták meg, akiket csapatversenyek és pörgős koncertek vártak a délutáni órákban. A sportkedvelők összemérhették ügyességüket egyénileg és csapatban is a csocsó, illetve léghoki asztaloknál. A díjak átadását követően a nézők tekintete a színpadra szegeződött, ahol az esti programokat Veresegyházi Péter, ismertebb nevén Damien Steele koncertje nyitotta meg. A fiatal előadó lassan 13 éve foglalkozik zenével, elmondása szerint Subbase Monster volt a legnagyobb hatása a munkásságára. Célja, hogy minél többen megismerjék zenéjét, ezért a közösségi médián és a YouTube-on is folyamatosan jelen van. Van most jelenleg 5 számon fent, és most egész szép eredményeket érek el, mert most járok már 2450 feliratkozónál, 109 feliratkozó volt decemberben, szóval így egész szépen halad, megtekintésileg olyan 11 ezer felett vagyok már most jelen állásban, úgyhogy szépen halad felfele. Városunk számos rendezvényén lépett már fel, és nagyon jó kapcsolatot ápol a művelődési házzal is. A környező településeken is egyre nagyobb ismertségnek örvend, és egyre több helyre hívják fellépni is. Nagyon jó viszonyt tartunk, hál' Istennek. Ők segítettek mindenben igazából, szóval hálás is vagyok nekik, úgymond. Derecskén már ugye többen felismernek, mert ugye elég sűrűn lépek fel itt, hál' Istennek. Szovát környékén, akkor Debrecenben is már volt olyan, hogy ugye felismertek, és akkor így a környező vidéken lényegében. Most jelenleg Tokajban fogadták el a fellépés kérelmemet, és ott fogok majd fellépni. Aztán majd meglátjuk, hogy még továbbiabban hogy lesz. Neked írtam. Yeah. Amit annyiszor mondtál, tudod nekem a szívembe egy örök emléket adtál, mert te voltál a boldogság a lelkembe zárva. A nevedet szólítanám szorongásra, aki a bába szerintem vérben a vers és azok a rózsák. Tudod, úgy nem tudom mindent, ahogy régen szokták, mert aki hisz mégis érez, az így adjál. Minden gondolat már csak a fejemben megy át, mert nekem soha többé nincsenek már könnyek, kifogyott a tinta, és eltűntek a szörnyek, akik mondogatták azt, hogy végre kereselek, de angyalok fognak és mondják, temesselek. Ha te sem küzdesz, és csak feladtad a harcot, nincsen értelme, mert fogadtad a kudarcot. Ha szeret valakit, ne engedd el soha sem, mert csak is így jöhet vele a végtelen, a végtelen. Az ablakon kinézve látom, ahogy távolodsz tőlem, úgy látom. Ezért van a kezembe mikrofon,
ez tovább visz, tudod a gondokon. Az ablakon kinézve látom, ahogy távolodsz tőlem, úgy látom. Ezért van a kezembe mikrofon, ez tovább visz, tudod a gondokon. Nem vagyok olyan ember, aki könnyen tétovázik, de hullanak a falak és mindenki fázik. Szóval az óra pereg, és csak repülnek az évek, hogy mi lesz velem a jövőben. Attól picit félek, képes leszek szeretni tovább lépni az úton. Nem tudom, mi lesz, de harcolok saját fronton, ami jó helyre telep, ezért menni fogok tovább. Az biztos, hogy az érzést én őszintén adom át. Minden szavam igaz, ha már a világ maga hazud. Nem szólok bele ebbe, mert ez csak a bőlük. Nem szint és haldoklik az élet. Az az egy biztos, hogy én nem játszom a rémet. Elégettem a képet, ami fontos volt nekem, mert te voltál rajta, muszáj volt ezt tennem. Mert véget ért a rész, ami a fejemben szinte nap. De remélem akkor ad belőlem egy darab. Remélem. Az ablakon kinézve látom, ahogy távolodsz tőlem, úgy látom. Ezért van a kezembe mikrofon, ez tovább visz, tudod a gondokon. Az ablakon kinézve látom, ahogy távolodsz tőlem, úgy látom. Ezért van a kezembe mikrofon, ez tovább visz, tudod a gondokon. És tovább is vitt. Köszönöm szépen! Damien Steele fellépését követően Csontos Flóra, Stumpf Jenő, Kormány Dávid és Szabó Zoltán, vagyis a Julius 25 rockzenekar teremtett fergeteges hangulatot. A debreceni csapat 5 éve alakult, és közel 200 fellépést tudhatnak maguk után. A zenekar kizárólag saját számait játsza, és céljuk zenéjükkel megszólaltatni minden korosztályt.